Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és mindjárt egy jó hírrel kezdem. Újra tele élettel Székesfehérvár. Programok követik egymást, és így lesz ez a következő hétvégén is. Ezért is hívtuk meg a stúdióba Szenci Jánosné Zsuzsát, a Fehérvári Kézműves Egyesület elnökét. Köszöntelek szeretettel. Szeretettel köszöntelek téged is, nézőket, hallgatókat is. Ha visszaemlékezem, utoljára ebben a stúdióban az adventi időszak előtt beszélgettünk tele reményekkel, amik aztán nagyon gyorsan, még mielőtt adásba kerülhetett volna a műsorunk, szerte foszlott. Akkor ti is nagyon készültetek ilyenkor, ezt hogy lehet megoldani, hogy lehet feldolgozni, bármit tudtatok-e tenni abból, amit terveztetek az adventi időszakra vagy karácsonyra? Hát online tudtunk tenni, tehát a kézműves foglalkozások úgy, hogy bejöhettek a házba, ezek mind elmaradtak. Online mutattuk, hogy mit lehet készíteni, ötleteket adtunk, és csak ilyen módon találkozhattak velünk a nézők. Még szerencse, hogy online lehetőség van. Mennyire maradt együtt az Egyesület? Megvan-e a tagság, vagy megcibálta-e ez a nehéz másfél év? Hát igen, megcibálta, ha már használtad ezt a szót. Hárman meghaltak, többen betegek, tehát ezt megérzi az Egyesület. Úgyhogy újra építjük magunkat. Hát én azt szoktam mondani, mint a Főnix madár. Megújulunk, és újult erővel kezdünk. Ugye neve Fehérvári Kézműves Egyesület, de már nem csak Fehér megyét, hanem egyéb területeket is letakartok a tagokat tekintve? Igen. Vecséstől Győrig mindenhonnan vannak tagjaink, akiknek tetszik az, amit mi képviselünk. Tetszik az, hogy mi miket csinálunk, milyen programok vannak. Azok úgy érzik, hogy szeretnének a tagsághoz tartozni, akkor jelentkeznek. És általában felvesszük a jelentkezőket. Vannak feltételeink, de hát ez szerintem mindenhol van. Tehát, hogy aki hozzánk jön, az rendes tagnak, pártoló tagnak jelentkezik, hogy részt akar venni a kézműves munkába, vagy csak azt mondja, hogy ő neki ezt tetszik, és csak anyagilag támogatja. Tehát itt így lehet választani. Akit rendes tagnak felveszünk, azt szeretnék azzal elérni, hogy zsűriztesse a munkáit. Tehát, hogy legyen egy tőlünk független megmérettetés, hogy ezt a népiparművészeti tanács zsűri elfogadja, tehát kap egy zsűri számot. Tehát nem csak hobbi, hanem egy kicsit több is, amit az Egyesület a tagjaitól elvár. Így van. Ez igaz a népművészeti vonalra, mert ugye a tagjaink fele a népi tevékenységgel foglalkozik, de igaz a másik felére is, akik iparművészeti tevékenységgel foglalkoznak. Tehát ha fazekas, akkor a népi vonalat viszi, ha kerámikus, akkor az iparművészeti vonalat viszi, és így a szakmánként megvan ez a párhuzam. Ha valaki bármilyen kézműves elfoglaltság után érdeklődik, beszerzi a hozzávalókat, esetleg ügyesen is csinálja, de nem biztos, hogy tudja, hogy néz ki egy ilyen megmérettetés, ebbe segít az Egyesület? Maximálisan segítünk, tehát elmondjuk, hogy milyen szempontrendszer alapján dolgozik a zsűri, elmondjuk a kézművesnek is, hogyha készül, mire figyeljen, mi az, amit megnéznek egy tárgynál, amit ő bead, és ez segíteni szokott. Tehát bátorítást adunk, ösztönzést, általában két ember szokta javasolni a felvételénél, és az a kettő segíti. Tehát tulajdonképpen ilyen mentorálást is vállalunk. Volt már közös találkozótok a Covid óta? Igen. Volt hát ugye mi minden hónap első szerdáján egyesületi gyűlést tartunk, és ez mikor volt utoljára? Október elején talán körülbelül, aztán onnan jött a nagy szünet, és június első szerdája az volt a találkozó udvaron természetesen, mert azt mondtuk, hogy nem tudjuk, ki van-e beoltva, ki nincs beoltva, tehát az a biztos, szabadtéren vagyunk, és akkor nem kell nekem se védettségi igazolásokat vagy igazolványokat nézni, és hát nagyon örültünk egymásnak. Jó volt találkozni. Hányan vagytok most? 115-en, de ez egy ilyen mozgó létszám, mert mindig jelentkeznek hozzánk, vagy hát azt nem mondom, hogy kilépnek, mert olyan nagyon ritkán fordul elő. Inkább betegség, vagy idősebb lesz egy-egy tagunk, és már nem tud olyan aktívan részt venni az Egyesület életébe, akkor viszont mint tiszteletbeli tag ott marad, segíti ugyanúgy a munkánkat, csak már nem készít annyi tárgyat,
olyan csendesebb az, ahogy ő már a tagságban van. Érdeklődnek a fiatalok is? Igen, igen. Múlt héten volt egy fiatal csoport nálunk, egy pályázat keretében jöttek el középiskolások, akiket a legnehezebb megfogni. És ötféle kézműves tevékenységet mutattunk be. Csilla Elik, ha azt mondom, hogy nem vették elő a telefont? Igen, ez nagyon sokat jelent. Ez rengeteget jelent, hogy nem az volt, hogy ott ülünk és nyomkodjuk, kösz, az nem érdeke, hanem mindenki aktívan részt vett, és többféle dolgot elkészítettek, és bízunk benne, hogy folytatás is lesz. Melyek voltak azok a tevékenységek, amik a fiatalokat kötötték le a legjobban? Hát ugye eljöttek hozzánk, és az volt a kérés, hogy mondjak a házról, az utcáról, a kézművességről pár dolgot. Már érdekes volt, azt tudod, hogy mondom a magamét, mikor bementünk a szövőműhelybe, és néztek rám, aztán egyszer csak ugye a pedagógus kibújt belőlem, hogy értitek azt, amiről én beszélek? És akkor bizony vannak olyan szavak, amiket ma már nem nagyon használunk, ilyen, hogy stafírunk, vagy kelengye, hogy ez mit jelent, hogy egy lány, ha férhez megy, akkor mire kellett figyelni. Na, és akkor itt álltam, megmondtam, hogy jó, akkor elmondjuk ezeket is. Tehát érdeklődéssel voltak ott a fiatalok, például ugye a szövés. Mert hát én is szövök, mindenki a szívem csücske a szövés, és... A fiúk is nézegették, lányok is nézegették, és egy fiú volt az, aki végig ott volt. És mondtam is neki, hogy régen a takács szakma az férfi szakma volt, nem női szakma. Most ugye mi hobbi szinten szövünk, megélni sajnos ebből az országból talán hárman, ha tudnak. És ez régen férfi szakma volt. Na most neki úgy megtetszett, hogy egyből már mintákat tervezett, kipróbált mindent, amit lehet. És megfordítom, volt egy kislány, aki végig faragott. Vésővel, kalapáccsal, életében nem csinált még ilyet, de olyan jó érzékkel állt neki, hogy hát csak néztünk mi is. Igen, azért ez egy érdekes dolog, hogy a kézművesség ez esetben a hagyományőrzést is Igen. jelenti, ami egy nagyon fontos dolog, hogy hagyományaink fennmaradjanak a fiatalabb korosztálynak. És egyébként az Egyesületben hányféle tevékenység tartozik? Húha, múltkor ugye elkezdtem összeszámolni, körülbelül 20. Ami 20. nagyon szép. Melyik a legritkább, amire azt ritka? Mondod, hogy különleges? Hát a papírmerítés, azt ritkának mondom. A kovácsolásnál is azt látjuk, hogy ha jönnek érdeklődők, az, ami úgy lebilincseli őket pillanatok alatt, hogy ég a tűz, hogy ott az, mi lesz belőle, ahogy kalapálják. Tehát ez is egy érdekes dolog. Ami most sláger, és ez nem népi, de iparművészeti, ez az üvegékszer készítés. És hát lányok, asszonyok nagyon-nagyon sokan jelentkeznek erre, tetszik nekik, ugyanilyen a nemezelés, mert ugye egyedi táskákat lehet készíteni, egyedi ékszereket, és akkor ez vonzónak tűnik. És természetesen a sok-sok egyéb tevékenység és program, beszélünk majd programokról, már csak azért is, hiszen azért jöttünk össze, hogy a Tűzzel Vassal Fesztiválra felhívjuk a figyelmet, de ha már a fiatalokról beszéltünk, akkor lessék szó először a táborokról, amelyeket évről évre szervezett az Egyesület, és hát Igen. most is szerencsére lesz rá lehetőség. Így van, 2 gyerektábort szerveztünk, egy július 5-én fog indulni az első hétbe, a másik pedig közvetlen iskola előtt, szeptember 23-án. Tehát ez a 2 gyerektáborunk, és a júliusi már 2 hete megtelt, tehát nem tudunk több gyereket fogadni abba a táborba, sőt az augusztusi is már félig, vagy még egy kicsit följebb tele van. Mi is meglepődtünk, bár valahol érthető, mert a szülőknek ugye véges a szabadságuk, a gyereknek programot kell biztosítani, nem mindenhol ér a nagymama, tehát érthető, hogy a táborokat igénybe veszik. Tehát ez a 2 gyerektáborunk van, és akkor július 19-ével elindulnak a felnőtt táborok. Ezt hogy kell elképzelni? Úgy, hogy július 19-én asszonyműhely és üvegékszer 2 tevékenység lesz párhuzamosan, és hát most a Boda Zsuzsával, aki az asszonyműhely vezetője, tehát varrás, hímzés témakörben összeállította a programot, és akkor azt mondtuk, hogy tegyünk be előadást. Felkértük Varró Ágnest, ugye a néprajzost itt a Fehérvári Múzeumban, hogy mutasson be nekünk megyei mintakendőket. Ugye ez is megint egy olyan szó, ami
Hát manapság nem mindenki tudja, mi az, hogy mintakendő. És mi az? Hogy amikor általános iskolában technika óra volt régen, akkor a hímzést egy kis kendőcsként tanulták meg, hogy sorban mindenfajta hímzésből egy sorocskát hímezni kellett. És akkor a száröltés, a pelenkaöltés, az előöltés, a boszorkányöltés, ezeket szépen így varták. Aztán keresztöltés, a monogramjukat belehímezték, aztán az évszámot, amikor ez készült, és ez mind-mind más hímzési technikával. És akkor, hát így most a Varró Ágnes elhozza a múzeumból ezeket a mintakendőket, és megpróbálunk mi is mintakendőt, mert azt láttuk, hogy nagyon sokan nem ismerik ezeket az öltésfajtákat. Díszítő öltések nagyon szépek, van, ami könnyű, van, ami nehezebb, és jön Csutiné Marika, a hímzőszakkör vezetője, és ő pedig segít és mutatja az öltéseket. Tehát például az asszonyműhely tábor programja. Ez is azt jelenti, hogy egy hetes tábor, és egész nap Egész nap, így van, 9-től 5-ig felnőttek ott vannak. Ilyenkor lehet jó kis csemege dolgokat bemutatni, amire ugye évközben szakköröknél nem mindig volt idő, vagy nem volt igény rá. Itt viszont időnk van, és akkor nagyon sok mindent el tudnak sajátítani. Felnőtt tábor több is lesz. Több, mert ugye ez az első hét az üvegékszere, aztán jön a szövős, a nemezelős, a gyöngyfűzős, a fafaragós, a bőrös, és akkor úgy terveztük meg, hogy egy héten 2, esetleg 3 tábor, mert hát hely van, a házba el tudunk férni, és akkor az érdeklődők jöhetnek. Augusztus 20 után meg már csak a gyerektábor van. Tehát a kézművesség öröme mellett azért ilyenkor most megjelenik az együttlét öröme is, ami igen, nagyon sokat hiányzott, igen, és talán ez pont az a korosztály, akinek aztán végképp nagyon hiányzott az együttlét. Igen, mi is azt látjuk, hogy nagyon sokan telefonáltak nekem, megjött az e-mail, hogy mikor kezdünk, mert hogy jaj, úgy hiányzik nekik ez a tevékenység. Igen, vannak ilyenek, és örülünk neki. Akkor térjünk rá a hétvégi programra, aminek köszönhetően várhatóan megtelik a Rácz utca ismét, hiszen Tűzavassal fesztivál megrendezésre kerül. Milyen múltra néz vissza ez a fesztivál? Honnan kezdődött egyáltalán? Milyen ötletből? Hát érdekes volt a kezdet. Tulajdonképpen 18 évvel ezelőtt, mert a tavaly nem volt, tehát az idén a 18. lenne, csak hát a járvány közbeszólt. Tehát 18 évvel ezelőtt a késes szakma kihalása ellen jött létre ez a fesztivál. Tehát a szakmunkás képzésben olyan, hogy késes, tehát egy ilyen fémes szakma megszűnt. Mai napig nincs késes képzés, és akkor az az 5-6 késes jött el Fehérvárra, mutatták be a termékeiket, és így indult a fesztivál. Na most ez ugye évről évre mindig egy kicsivel több, és most ott tartunk, hogy mi 50-nél meghúztuk idén a határt, hogy ennél többet nem tudunk beengedni. Megtelik az utca így is, 50 sátor, 50 késes mester, tehát ez bőven elég, csak nagyon sokan jelentkeztek. Tehát elértünk oda, hogy az akkori mesterek, akiket fiatalokat mentoráltak, hát eltelt ugye 18 év, és az a fiatal most már nem annyira fiatal, de viszont mentorálnak tovább. Tehát a régi mentorok átadták a tudást a fiataloknak, ők már továbbadják. És most ez a második generáció is bejelentkezett a fesztiválra. Nagyon sokan úgy voltak, mondtuk, hogy nincs sátor, már nem tudunk többet adni. Akkor eszükbe jutott, hogy hú, kit ismerek? Na, akkor felezünk vele. És akkor most feleznek, csak hogy eljöhessenek a fesztiválra. Tehát azt látjuk, hogy az eltelt 18 év alatt tulajdonképpen egy szakmát sikerült így megmenteni, mert most már egymásnak adják tovább az ismereteket. Milyen tájakról jönnek a kiállítók, a vásárlók? Magyar tájak. Ugye régen volt, hogy Szlovákiából, Csehországból, Ukrajnából is érkezett hozzánk, Kovács is, Késes is, most csak magyarok jönnek. Így is látod, megtelik a Rácz utca. Szabadtéri a rendezvény. Tehát semmit nem terveztünk úgy, hogy zárt épületben. Pontosan azért, hogy látogatható legyen, mert így nem kérünk oltási igazolványt. A maszkot azt kérjük, szóval az jobb, ha van az embereknél, ugyanis
a templomkertbe, a szerb ortodox templomkertjébe, a templom nyitva, és azt, ha látogatják, akkor ott maszkot kell húzni, van étterem is az utcába környékén, ott kell a maszk ismét, a múzeum nyitva lesz, a belső terébe ott is kell a maszk, tehát legyen az embereknél, akik jönnek, de mi nem kérünk igazolványt. Illetve érdemes figyelni a szabadtéren is arra, hogy azért ne egymáson legyünk, igen. Kivárjuk a sorunkat a kellő távolságból, akkor nem lesz semmi probléma, és élvezhetjük a rendezvényeket, amit nyilván a kiállítók mellett programok is kísérnek. A programjaink azok most kicsit máshogy alakulnak, mert eddig mindig választottunk egy fő témát, hogy melyik késköré csoportosítjuk a fesztivál témáit, de ezt most elhagytuk. Azt mondtuk, hogy itt a szünet után most egyiket se akarjuk annyira kiemelni, hogy csak a köré csoportosítunk, hanem maga az, hogy megtarthatjuk, hogy népművészet lesz, hogy késesek, fegyverkovácsok, tehát boldogan jöttek, és biztos, hogy egy jó együtt töltött vasárnap, vagy szombat lesz, bocsánat itt. Ami szombaton 10 órakor a megnyitóval kezdődik, igen. És utána színpadi programokkal is készültetek? Igen. A polgármester úr elvállalta a megnyitót. A lovagok lőni fognak szokásuk szerint, ugye ővelük is már régen találkoztunk, és akkor ezzel a lövéssel kezdetét veszi a fesztivál. A táblánk már készen van, minden fesztivál alkalmával egy táblát felszögel polgármester úr, meg a terület képviselő úr az Egyesület kapujára, és akkor onnantól elindul a fesztivál. Színpadi program is lesz, udvarokat, hát egy udvart kértünk el, tehát most az idén ezen is változtattunk. Azt láttuk, hogy gond több helyen, tehát akkor egy udvar, ott lesz az asszonyműhely, sajtost, süteményest hívtunk. A templomkertben az M7-es, nem tudom, ez reklám, mondhatom-e. Ott is lesz valami lehetőség. Igen, tehát különféle ennivalókat lehet vásárolni, és akkor nézzük még egy kicsit a színpadi programokat, jó. Hiszen így, ahogy belenézek a plakátba, azért sok érdekesség lesz tényleg gyerekeknek is, és felnőtteknek is. Például a Mátyás Kovács, ez egy mese? Ezt úgy gondoljuk, hogy a szabad színházasok ezt csak nekünk írták, ezt a mesejátékot, mert ez egy vadonatúj dolog lesz, mi is most fogjuk megtudni, hogy ez mi lesz. Én gyerekprogramra tippelek, de olyan élvezettel adják elő, azt láttuk már a többi előadásnál is, hogy felnőttek is hallgathatják ezt és nézhetik. Ezt szeretem ebbe a városban, hogy a különböző művészeti egyesületek és csapatok ennyire össze tudnak fogni, és közösen tudnak jókat csinálni, és bizony nagyon-nagyon színvonalasan. Szabad színházat azt hiszem nem is kell bemutatni, hát biztos vagyok benne, hogy van. Nagyon jó lesz. Aztán lesz nóta. Igen, a Jenői Asszony kórus eljön, és énekel nekünk, aztán van egy fiatal ember, a Tulipán Zsombor, aki gyönyörűen furuljázik, őt is a színpadra kérjük. Ebédszünet, az csak úgy kicsit tartunk, aztán Vesztergán Miklós tárogatózik, ő nagyon ez érdekes. Ez egy nagyon különleges igen, hangszer. Amit ő képvisel, és akkor eljön, ő már reggeltől itt lesz, azt mondta, de ugye amikor mindenki hallja, az a színpadon lesz, és akkor játszik is, mesél is, nagyon lebilincseli az embereket. Aztán egy kis hadviselés? Igen, a lovagok ismét bemutatóznak egyet, lesz egy délelőtti, lesz egy délutáni, pont ilyen török időkben, hogy működött mindent, ezerről tartanak előadást is, meg bemutatót is. Tánccal folytatódik a program? Igen, és az a különbség, hogy most gyerekek fognak táncolni, gyerekcsoportok jönnek, és a tánc után még egy ilyen kis táncházat is próbálunk, a szettevett zenekar húzza a talpalávalót nekik, és bárki bekapcsolódhat a nézők közül. Egy igazi vásár nem maradhat bábi játék nélkül. Így van, az is lesz délután, a Tekergő Báb Színháztól jönnek a művészek, és hát előadják a bábos előadást. Erre nagyon sok gyerek szokott jönni a gyerekeknek szóló programjainkra, tehát a bábos előadásra is, meg ugye kézműves foglalkozásokat is tartunk, és ott aztán mindenki leülhet, kipróbálja,
Ezen kívül Érdről jön egy csapat, akik csak gyerekjátékokat hoznak, és bármit a gyerekek kipróbálhatnak. Aztán a körhintánk az megint olyan, hogy népi körhinta, kicsi-nagy beleülhet. Tehát csupa népszerű csupa program, érdekesség, igen. Lesz még tánc, és lesz nem csak gyerek, hanem felnőtt tánc. Igen, eljön az Orica tánc együttes, nagyon örültünk nekik, és vállaltak a fellépést ők is. Ez egy különlegesség megint. Folyamatos programok és érdekességek, tehát a Rácz utcában a hétvégén, azaz pontosan szombaton, mert egynapos a program, igen. Tehát nem érdemes lemaradni róla 10 és 18 óra között. Ez a legnagyobb rendezvényetek az évben. De aztán tudom, hogy az egyesület tagjai hol együtt, hol külön-külön, de meg szoktak indulni. Mire készültök az idén nyáron? Tudtok-e megjelenni valahol? Igen, egy új programot akartunk indítani májusban, de hát még nem sikerült, viszont júliusra eltoltuk, ez a Textil Udvar Textilkert. Minden, ami textil. És előadások lesznek, annak már van fő témája, tehát ez a baba. Baba és baba készítés. Olyan kézműveseket hívtunk, akik kézzel készítik a babát, és utána megvarják a ruháját is a babának. Bemutatják a tudományukat, az előadók mellett olyan árusokat is hívunk, most első évben azt mondtuk, célzottan hívunk, akik textillel foglalkoznak. Tehát olyat árusítanak, akár lehet ez alapanyag, csak a textilhez kapcsolódjon. Ugyanúgy egyesületi tagjainknak is ezt a lehetőséget felajánljuk, és minden, ami textil, tehát ezért is az a neve, hogy Textil Udvar Textilkert. A királyi napokon találkozunk az egyesület tagjaival? Reméljük, mert ugye augusztus 20-án a mesterségek ünnepére is az egyesület egyik fele, vagy a másik fele pedig jött Fehérvárra. Hát mentek a Budapestre a várba az idén, igen, is. Igen. Én azt hiszem, hogy erre is büszke lehet a Fehérvári Egyesület, hogy rendszeresen meghívják erre a rendezvényre. Így van. Hát most a helyszín lehet, hogy nem pont ott lesz, ahol eddig, mivel átépítik a várat, tehát a helyszín lehet, hogy pár utcával odébb tolódik, de szervezzük azt is. Azt tudhatjuk, hogy itt Székesfehérváron hányan jönnek majd el az augusztusi rendezvény sorozatra? Minden évben egy 5-6 kézműves itt volt, egyszerre 5-6 van, mert ugye cserélik az emberek egymást. Attól függ, hogy mit tudunk bemutatni, milyen népművészeti bemutatózás van, jövünk ide is. Lehet, hogy kínos lesz itt a vége, amivel befejezni szeretném, de azért kíváncsi vagyok rá, mi hajt? Mert azért ezt a 118 embert te fogod össze nagyon, és tartod bennük a lelket, és teszel olyat, amiért össze tudtok jönni. Nehezet kérdeztél. Ezt már megkérdezték mások is, hogy mi hajt. Nem tudom, valami belülről, hogy ezt meg kell csinálni, és hogyha ha én nekiállok valaminek, én nem tudom langyosan csinálni a dolgokat, én csak így forrom, vagy hogy mondjam. Szóval teljes erőbedobással, én csak így tudom megoldani a dolgokat, és akkor tulajdonképpen jó is, hogy ilyen vagyok, mert viszek magammal embereket. Így van. Tehát ők is átveszik ezt a ritmust, és akkor innentől már megvan az a 15-20 főből álló mag, és akkor könnyen megy minden. Marad időt szőni? Saját kedvenc tevékenységet? Kicsi, de marad. Marad, szóval kell nekem, a kézimunka kell, mert az relaxálás. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert kívánok a Tűzzelvassal Fesztiválhoz június 26-án szombaton 10 és 18 óra között, és bízom benne, hogy a továbbiakban is találkozunk a városban veled is, és az egyesület tagjaival is. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Szenci Jánosné Zsuzsa volt a vendégünk. Viszontlátásra!